Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mózes első könyvét, a kezdeteknek a könyvét tanulmányozzuk. És ugye az özönvíz utáni nemzedékről beszélgettünk. Láttuk, hogy Noé nyolcad magával élte túl az özönvizet. És az első dolga Noénak az özönvíz után az volt, hogy áldozatot mutatott be az Úrnak, és megérezte az Úr a kedves illatot, és szövetséget kötött Noéval, az emberiséggel, és az emberen keresztül az egész állatvilággal, sőt a Földdel is, hogy többet nem pusztul el a Föld a víznek az ítélete által. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Noé fiainak az életében nem volt teljesen egyértelmű a javulás, hanem nem csak az a hit, hanem a bűn is átöröklődött, átmentődött a bárkával együtt a világba, és ugye ezt Kámnak a bűne, az atya iránti tiszteletlensége már mutatja, és Noé egy átkot mond Kám leszármazottjára, Kánaánra, és előrevetíti azt, hogy a bűn ki fog terjedni és növekedni fog a világban. Vagyis látjuk, hogy az özönvíz után mind a hitnek az igazsága, az odaszánás, az istenkeresés, mind pedig a bűn jelen vannak, és ez előre vetíti az egész korszakot, hiszen ez a kettő fog küzdeni, ez a kettő fog harcolni egymással. Noé áldásában és átkában benne van tulajdonképpen az, hogy a fiai, a leszármazottjainak a sorsát mi fogja meghatározni, és ezt még egyszer szeretném felolvasni a 9. résznek a végéről. Azt mondja, hogy 24. verstől. Fölébredt Noé az ő borából, és megtudta, mit tett neki kisebbik fia. És mondta, átkozott legyen Kánaán, szolgák szolgája legyen testvéreinek. Ez az első szózata. Tehát mondott még valamit. És mondta, áldott legyen az örökkévaló Sém istene, és legyen Kánaán szolgájuk nekik. Tág határt adjon Isten Jáfetnek, és lakjék Sém sátraiban, és legyen Kánaán szolgájuk nekik. És élt Noé az özön után 350 évet, és voltak mind a napjai Noénak 950 év, azután pedig meghalt. Annyit érdemes talán még ehhez hozzátenni, ugye az elmúlt alkalommal beszéltünk ezekről a dolgokról, hogy nincs már itt, de nem baj, hogy ugye mind a három név beszédes, Sém, Kám és Jáfet neve. Ugye ez Noé három fia, Sém, Kám és Jáfet. Keressünk valami jobb pennát, hát ez jobban működik. Sém, Kám és Jáfet. Ugye Sém azt jelenti, hogy név, miért? Mert a semitáktól fog jönni a név, tehát az a név, amelyben adatik az üdvösség ezen a vonalon, és ma is az ortodox zsidók így hívják Istent, hogy Hashem a név, és ez alatt ugye Isten nevét értik, amit tiszteletből nem ejtenek ki. Kám azt jelenti, hogy sötét, sötét, nem abban az értelemben, hogy sötét, hanem abban az értelemben, hogy sötét bőrű, vagyis tőle származnak a kámiták, és ugye az ő fia lesz Kús, és a Kusita majd az összes fekete bőrűnek gyűjtő fogalmává válik, ahogy látni fogjuk. Jáfet pedig azt jelenti, hogy kiterjedés, és amikor azt olvassuk, hogy tág határt adjon Isten Jáfetnek, és lakjék Sém sátraiban, akkor ez héberül úgy hangzik, hogy Jefet Elohim Jáfet. Jefet Elohim Jáfet. Vagyis terjessze ki Elohim Jáfetet. Terjedjen ki Jáfet. Hát ez ugye megint az a szójáték, amit csak a héberben lehet élvezni, és valóban tulajdonképpen, ha megnézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb utód a Kámnak lesz, azonban a legnagyobb kiterjedést a föld birtokából Jáfet foglalja el. Az áldásban még egy érdekes dolog van, hogy a Sém van kiemelve első helyen, ugye nem Kám, hanem Kánaán van, Kánaán van ugye a szolgaságra kárhoztatva, és hát ugye itt ennek többféle oka van, magát a szellemi okát már láttuk, mondtuk, de vannak, akik úgy vélekednek, és
ebben is van bölcsesség, hogy azért nem Kámot átkozza meg Noé, mert már Kámot Isten megáldotta egyszer. Már pedig, amit Isten megáld, azt nem lehet megátkozni, és amit Isten megátkoz, azt nem lehet megáldani. Ugye azt olvastuk, hogy kijöttek a bárkából Sém, Kám és Jáfet, és így tovább, és utána Isten megáldotta Noét és az ő fiait. És ez az oka annak, hogy nem Kámra jön ez a bizonyos átok, hanem a fiára, Kánaánra. Hát ezzel lehet, nyilván lehet vitatkozni, magával az elvvel abszolút egylet lehet érteni, hát hogy miért pont szegény Kánaán, hiszen Kámnak lesz néhány fia, és pont Kánaán van ebből kiszúrva, ugye ezt is látjuk. Nyilván azért, mert aztán később, ugye majd a honfoglalás idején Kánaán egy igen negatív szerepet játszik, őt kell kiűzni, kiirtani, és ennek az okát a Biblia meg is adja. Kánaánnak a szokásai, az Isten tisztelete, az erkölcsei olyan mértékben ellenkeznek az Isten igazságával, hogy Isten azt mondja, hogy ezt egyszerűen el kell törölni a föld színéről, sőt, óva inti Izrael fiait, hogy ebbe belemenjenek, mert azt mondja, ha ti átveszitek ezeket a szokásokat, a föld ki fog hányni benneteket, el fog űzni benneteket. És tudjuk nagyon jól, hogy annak ellenére, hogy ezt a parancsolatot vették, mégis mind az istentiszteleti bálványimádás szokásait, mind pedig az erkölcseit átveszik a kanaanitáknak, és ez vezet majd a babiloni fogsághoz. Jáfetről pedig azt mondja ugye Noé, hogy lakozzék Sém sátrában. Mit jelent az, hogy lakozzék Sém sátrában? Hát elsősorban az, hogy a semita Isten tisztelet legyen Jáfetnek az otthona. Ugye az Isten sátora az emberekkel van. A Szent Sátor, amikor odaadatott Izrael fiainak, ez az Isten tiszteletnek a rendjét, az Isten tiszteletnek a képét jelentette. Tulajdonképpen maga a sátor, azt kell mondjuk, hogy ugye a mennynek, az Isten uralmának, az Isten országának a szimbólumaként jelenik meg. Na, ezek után a következő fejezetekben olvashatunk a nemzeteknek a kezdeteiről. A földön érő összes nép 70 nemzettől származik el, és ennek a 70 nemzetnek a leírása, a felsorolása található a 10. versben. Ugye ez az, amiről a Feri beszélt a bevezetővel, mindannyiunk kedvenc olvasmánya, a nemzetségi táblázat jön. Tehát hát, ha egy nemzetségi táblázat is tartogathat bölcsességet. A fiúk a tanúim rá, hogy vívódtam, hogy most ebbe belemenjünk, vagy ne menjünk bele, de hát aztán végül is úgy döntöttük, hogy belemegyünk. Ezek a nemzetségei Noé fiainak, mondja a 10. rész, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek. Születtek nekik fiaik az özön után. Jáfet fiai, Gómer, Mágog, Mádaj, Jáván és Tubál, Mések és Tirasz. Gómer fiai, Askenáz, Rifat és Tógarma. Jáván fiai, Elisa, Társis, Kittim és Dodánim. Ezektől váltak külön a népek szigetei országaikban, kiki nyelve szerint, családjaik szerint népeikkel. Az első dolog, amit feltűnik nekünk az, hogyha megnézitek, hogy a Jáfet fiai fel vannak sorolva, ugyanakkor a fiak közül csak kettőnek a további leszármazottait ismerjük. Tehát van egy csomó fiú, és abból kettőt kiválaszt az írás, akinek a leszármazottait felsorolja. Miért fontos ez? Nyilván azokat fejti ki, vagy bontja ki jobban, akiknek valami közük majd lesz Izraelhez, valami közük lesz majd a választott néphez. Ugye melyek Jáfet fiai? Gómer, Mágog, Madály, őróluk majd mondok néhány szót, aztán Jáván, és Jáván ki van fejtve, aztán Tubál, Mések és Tirasz. És ezek közül a Jávánon kívül csak az első szülött a Gómer fiai vannak felsorolva, mégpedig három. Hát akkor nézzük meg először Jáfet fiait, és próbáljuk meg követni, hogy ők kik lehettek. Ugye ezen a ponton el kell mondanom, hogy a Biblia ezt itt felsorolja, és annál többet, mint ami ide van írva, hogy Jáván fiai a népek szigetein elszélettek, bibliai tényként nem közölhetünk. Úgyhogy kénytelenek vagyunk a hagyományokhoz nyúlni ilyen szempontból, és egy pici hátteret adni abból, hogy vajon ezek a népek és ezek a nemzetek kik lehettek és mik lehettek.
És hát ebben elsősorban Josephus Fláviusnak az adataira támaszkodunk, nem azért, mintha ő annyira szavahihető ember volna, hanem ő a Zsidó régiségek nevű könyvében, ilyen kicsit bután van magyarra fordítva, ő azt akarta ezzel mondani, hogy az ősi zsidó vallást akarja leírni. Szóval ebben a könyvében ő összefoglalja azokat a tradíciókat, amelyek ezzel kapcsolatosan éltek az ókorban, és ilyen szempontból ad nekünk némi támpontot, hogy kikről és mikről van szó. Ezt nagyon sokan kutatják mind a mai napig, világiak is, keresztények is. A keresztény kutatásokat elsősorban az Ezékiel próféta könyvében található Gog és Magog háború inspirálta, ahol Rós, Mések és Tubál és egyebek fejedelmei előjönnek, és ott ugye 7 profécia van összefoglalva Ezékielnek ebben a két fejezetében, Gogról és Magogról, és hát ezekről sokan úgy tartották, hogy ez a Szovjetunió és az arab nemzetek és Izrael egy valamilyen háborúja még az 1000 éves királyság előtt. Ugye ez volt az egyik elterjedt nézet, amit Magyarországra is különböző könyvek útján, módján bétört. Lényeg az, hogy az e körüli viták, az e körüli proféciák és dolgok megfejteni akarása inspirálta elsősorban itt a kutatásokat. Meg kell mondjam nektek, hogy ha ezeket elolvassa az ember, hát erős fenntartásai kell, hogy legyenek, mert ezek hát eléggé, hogy mondjam, ingatag lábakon és talajon állnak. Úgyhogy maradjunk inkább Josephus Fláviusnál, és ezt se tekintsük tényszerűnek, hanem inkább fogjuk fel úgy, mint érdekességet, mint elgondolkoztató dolgot. Na, akkor nézzük. Jáfet fiai. Ugye Jáfet fiai lesznek összesen, megszámoltam őket, 14-en. Ugye Gómerrel kezdődik a dolog, ez a Madai, az nem a Madai Zsoltiról kapta nevét, és a Madai Zsolti sem Madairól, majd látjuk. Ugye Gómerről Josephus Flavius azt írja, hogy ő a galatáknak az ősatja. Galaták miről híresek? Pál apostol írt nekik egy levelet, igaz, és a mai Törökországnak, az anatóliai félszigetnek, az északi részén éltek, Galácia belieknek írt levél híres Pál apostol részéről. Mindenképpen eurázsiai népeknek tartják őket, és a kelták, tehát például a velsziek, és tőle származtatják magukat. És hogy Gómertől származnának a kelták, és aztán tudjátok, a kelták végig vonultak, és egész ugye a brit szigetekig húzódtak, sőt, még itt Magyarországon is lakoztak, épp most itt az M0-ás meg a szennyvíztároló kapcsán a Csepel-szigetnek a déli csücskébe tárják fel a kelta településeket. Következő, akit ismerünk, ugye ez Magog. Erről eszünkbe jut egy híres vers. Adi Bunda írta, Gog és Magog fia vagyok én. Hát aztán, hogy igaza volt-e vagy nem. Minden esetre ez azért írta ezt, mert a Gogról és a Magogról úgy tartjuk, hogy Magog volt a szkítáknak az ősatja. És hát ugye ezeket mi úgy is ismerhetjük, hogy szittyák, és akik ugye ős magyarkodnak, azok szittyáknak tartják, a szittyák leszármazottjainak tartják a magyarokat is. Ez a szkíta szóból származik, ez egy görög kifejezés. Hát ennek komoly tudománya van, hogy a Magogot hogy kötik a szkítákhoz. Én most azt mondom, amit Josephus Flavius összefoglalt ezekből a dolgokból. Emögött vannak nyelvészeti érvek, vannak régészeti érvek, és a különböző régészeti leletekből és nyelvészeti összehasonlításokból követik ezeknek a népeknek az útját. Hát ha megbocsátjátok, én ebben nem megyek bele, de ha valakit érdekel, akkor keressen meg, és akkor tudok könyveket ajánlani. Csak elszántaknak, tehát az ilyen halbiológus jellegűeknek tudom ajánlani, akik szeretnek bogarászni különleges dolgokba. Most tulajdonképpen azt kell mondjam erre, hogy annyira én ezt bibliailag természetesen nem tudom igazolni, egyszerűen csak ez a háttere, így tartjuk.
Jó, azt mondja, hogy most jön ugye a madai, ugye aki mádaj. Ő a harmadik fiú, akit nevesítve van, és hát ő talán könnyebben átlátjuk itt a nyelvi vándorlások során, őtőle származtatják a médeket. A médek és a perzsák ugye majd szerepet játszanak, nagy birodalmat alakítanak a mai Afganisztán és Irán területén. Ők tehát a médek, minden esetre van egy másik irányzat mádallyal kapcsolatban, nevezetesen a szláv népeket is tőlük származtatják, sőt az írek is a saját genealógiájukat mádajra vezetik vissza. Most jön Jáván, őt részletesebben is fel lesz majd sorolva, tehát az ő fiait majd megismerjük, úgyhogy azért olyan Gómerhez hasonlóan, majd bekeretezem. Ugye Jáván felbukkan a Bibliában többször, tehát itt már nem csak Józsefuszra és hasonló ókori írókra, meg nyelvészetre, meg régészetre vagyunk hagyatva. Jávánt tekinti a Biblia a görögök ősatjának. A görög törzsek tőle származnak el, és aztán később, ugye fel is vannak sorolva a Jáván fiai, Elis a társ és Kittim és Dódánim. Elisa, Társis, Kittim és Dódánim. Hát ezekből mi az, ami ismerős nekünk? Nem a Füreliz, az nem az Elisahoz kötődik, az egy másik ügy. De Társis és Kittim talán ismerős lehet, ugye a Bibliában. A Társis hajók, ugye, akik az aranyat szállították, fuvarozták hozzá. Kittim pedig Krétának a szigetét jelöli, Kréta szigetét. Például Kittimből hajók érkeznek, és megakadályozzák negyedik Antiochus Epifánészt, hogy őrjöngjön és dühöngjön. Ugye Dániel könyvében olvasunk erről, és valóban így is történt. Krétáról és Ciprusról érkeztek római hajók, amik megakadályozták ezt a bizonyos negyedik Antiochus Epifánészt. Ugye van egy híres történet, hogy húztak egy kört körülötte, és azt mondták neki, hogy addig ebből nem jössz ki, amíg el nem döntött, hogy elfogadod-e a rómaiak békéjét, vagy nem. Tehát ez a görög szigetvilág, ugye ezt meg is jegyzi itt az írás, és azt mondja, hogy ezektől váltak külön a népek szigetei, országaikban kiki nyelve családja szerint népeikkel, tehát a görög szigetvilágot ők népesítették be. Aztán a következő, ugye Tubál, Tubáltól eredeztetik magukat az ibérek, a Tubálnak egy leszármazottjának, a szónak is deriváltja az iber, és ugye ők népesítik be az ibériai félszigetet. Az ibériai félsziget az melyik? Spanyolország, így van, Spanyolországot hívjuk az ibériai félszigetnek. És ezen belül például, akikről a hírekben hallhattok, mert nagy szeparatisták, például a baszkok is ibéreknek tartják magukat. És közvetlenül Tubáltól származtatják magukat. Mések, a következő szereplő. A mésekkel kapcsolatban eltér a nyelvészek, régészek álláspontja Józsefus Flaviusétól. Például ugye Józsefus azt mondja, hogy a mések az ókoriak, az akkor ismert Kappadókia. Kappadókia szintén ismerős nekünk egy picit. Tessék? Kappadókiából is jöttek pünköstkor, igen, és Pál apostol is jár Kappadókiába, tehát ez is Kis-Ázsia, ugye Ázsia Minor, a mai Törökország, az anatóliai félsziget része, egy nagyon érdekes és szép vidék, úgyhogy ma is meg lehet látogatni. Ez Józsefusznak az álláspontja. A nyelvészek azt mondják, hogy szerintük ez tulajdonképpen az észak-orosz cseppe világ, sőt, nem kevesebbet állítanak, mint hogy Moszkva,
maga a városnak a neve is mésekből származik, méseknek valamiféle leszármazása. Tehát ugye nem az oroszokkal kapcsolatos, mert az oroszok ugye vikingek, tehát egy viking törzs, a rusz nevű viking törzsből települnek be később, de maga a név, a maga helység név azért mégis innen származik. Igen. Nagyon érdekes például, hogy ugye most, ahogy jártunk Jeruzsálembe, ott van egy örmény negyed, és ott van méseknek szentelt templom, azért, mert az örmények szintén mésektől származtatják magukat. Ez arra utal, hogy a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger környékén élő, tehát ugye a mai Oroszországból vagy az egykori Szovjetunióból kiszakadt a déli területeken élő, ahogy Örményország, Azerbajdzsán és ehhez hasonló területekre szélettek el méseknek a leszármazottjai. Na akkor egy van még, Jáfet fiai közül, bizonyos Tirász. Hát itt kétféle nézet tartja magát erősen. Az egyik az, hogy a Tirász volt az ősatja a trákoknak. A trákok honnan ismerősek? Nekünk. Nagyon jó harcosok voltak. Ugye a római birodalomnak itt a keleti nyúlványain laktak, a Balkánon. Ugye? Tulajdonképpen a trákok és a dákok voltak a Balkán lakói, és a dákoktól származik ugye a Dácia elnevezés, ami Romániához kötődik. Tehát a dáko-román elmélet, Romániát azért hívják Romániának, mert ők állítják, hogy a trákok és a dákok leszármazottjai voltak ők, vagyis előbb voltak ott, mint a magyarok, ugye ez a dolognak a lényege, tehát a római birodalomtól jogfontosnak tartják őket. Ugyanakkor a magyarok a románokat oláhoknak csúfolják, úgyhogy meg ne próbáljátok egy román embernek azt mondani, hogy olá, mert akkor azonnal ugrik rá, az egy megint egy másik név, tehát akkor bevándorlók lennének, ők magukat ugye a rómaiaknak, románoknak tekintik és tartják. Tehát ez a terület a Balkánnak a területe, ez az egyik felfogás. A másik felfogás, és Józsefus is ezt támogatja, azt mondja, hogy Triász leszármazottjai északon négy nagy szigetet népesítettek be, és ezeket Skandináviával azonosítják, és ezek szerint Triásztól származnának a germánok és a vikingek. Hangsúlyozom még egyszer, hogy ezek legendák, ha úgy tetszik, mesék, tehát nem tudjuk, hogy így van-e, ezek nem bibliai tények, de az ókorban ezek már elfogadottak voltak, és az újkorban is vannak tudós érvek, amik emellett vannak. No, hát Gomernek is van fia, Askenáz, Rifat és Tógarma, ide írom őket. Tógarma egyszer felbukkan a prófétáknál is, de nem tudunk meg róla lényegesen többet. Askenáz viszont ismerős nekünk valahonnan. Az askenázi zsidókról, igen. A kelet-európai zsidókat hívják askenázinak. Ugye alapvetően ma a tradicionális zsidóságnak két nagy ága van. A szefárdok, ugye a sefárvaimról kapták a nevüket, a másik ág pedig az askenázik. Ez jól mutatja azt, hogy gyakorlatilag ugye a kelet-európa alatt mit értenek, Oroszország, Ukrajna, Lengyelország és egész kelet-európa, tehát Magyarországig bezárólag ezt a térséget, vagyis, hogy Gómer leszármazottjai, az askenáziak, ugye az anatóliai félszigetről észak felé terjeszkedvén Kelet-Európát foglalták el. Most nem azért hívják őket askenázi zsidóknak, mert leszármazottjai lennének Gómernek, hanem földrajzilag ehhez a területhez tartoznak. Ez újabb kérdésre világít rá, nevezetesen amikor például a Gog-Magogot kutatjuk, akkor ugye kétféleképpen lehet ezt megközelíteni. Gog-Magog egy nép. Valahogy. Ugye Jáfetnek egyik fiától leszármazás szerint. Hát ezt követni, azt nincs élő ember, aki követni tudná. Vagy földrajzi hely, tehát ahol Mágóg lakott egyszer, vagy amit Mágóg elfoglal,
és akkor ez a földrajzi szerződés, hogy ott aztán szittyák laknak, türkök raknak, arabok raknak, örmények raknak, azerbajdzsánok laknak, szlávok laknak, vagy mik laknak, az nem érdekes. Tehát ekkor ugye a Magógot nem leszármazás szerint, tehát rassz szerint, hanem földrajzi hely szerint tekintjük, hogy erről a földrajzi helyről kellene Gógnak és Magógnak megérkeznie. Ez a másik nézet. Na, ők voltak Jáfet fiai. Hát igen, tehát ugye úgy szól a profécia, hogy Gog Magog, Rós Mések és Tubál fejedelme. Na most a Rós az fejet jelent, ugye a Resit is ebből a szóból származik, tehát ez van, aki azt mondja, hogy a Rós az nem egy személy, hanem egy cím, tehát hogy Mések és Tubál fejedelme. Hát mondom, a Mágog itt szerepel, Gog is, Gog egy, ugye van jelentése a szónak magának, és megpróbálnak ebből egy címet, vagy egy királynak a nevét fabrikálni. Sok találgatás van a témával kapcsolatban, de ez mondom, ez az ezékieli profécia. Én megmondom nektek őszintén, hogy a Gog-Magog proféciával kapcsolatban ezeket a találgatásokat, hogy majd a Szovjetunió, vagy az egykori Szovjetunió területéről jönnek az arabusokkal együtt, és akkor lerohadják Izraelt, még az 1000 éves királyság előtt, én ezt nem látom igazán a Bibliában megalapozottnak. A Jelenések könyvének a végén tudjuk, hogy van egy Gog-Magog háború, ugye eltelik az 1000 esztendő, elengedik a sátánt, ő elhiteti a föld végén élő népeket, Gógot és Magógot, összegyűjti őket Izraelbe, és az Úr pedig a tüzével megemészti ezt a gyülevész népet, akik ottan összegyülekeznek. Ez egy biztos pont, ahova a Gog-Magog beilleszthető. Ha azt mondjuk, hogy van egy másik Gog-Magog is ezen kívül, amit a Jelenések könyve nekünk elhelyez, akkor azt kellene mondanunk, hogy az Ezékiel proféciája két Gog-Magogról ír. Van egy az 1000 éves királyság végén, meg van egy a nagy nyomorúság előtt. De akkor azt is meg kéne tudnunk mondani, hogy melyik szól az egyikről, meg melyik szól a másikról. Na és a problémák itt kezdődnek, hogyha elolvasod a proféciákat, ezek egyik következik a másikból. Én nem találtam semmilyen kézzel fogható elvet, ahogy az egyiket vagy a másikat hogyan lehetne benne megtalálni. Most akik mégis emellett kardoskodnak, azok ugye a proféciákhoz úgy közelítenek, hogy azt mondják, hogy egy-egy profécia többször is beteljesedik. Tehát ez a többször beteljesedő proféciáknak az elve, amiről itt már többször kifejtettem, hogy megint nehézségekbe ütközünk, mert nem minden profécia teljesedik be többször. Tehát az, hogy Jézust átszegezzék, vagy a ruháira, a köntösére sorsot vessenek, és elosszák a ruháit, ezt nem várjuk, hogy még egyszer beteljesedjen, és nem tudunk róla, hogy bárkivel az ősi időkben beteljesedett volna. Tehát erre senki nem néz úgy, mint többször beteljesedő proféciára. Ha ezt elfogadjuk, hogy ez egy egyszer beteljesedő profécia, akkor tehát azzal a problémával állunk szembe, hogy van egyszer beteljesedő profécia, meg van esetleg többször beteljesedő profécia. De akkor meg kéne tudnunk mondani, hogy melyik, mi alapján döntjük el egy proféciáról, hogy ez egyszer beteljesedő profécia, vagy pedig többször beteljesedő profécia. Na most ilyet a többször beteljesedő profécia pártiak nem tudnak mondani. Tehát nem tudjuk megkülönböztetni. És ezért én azt gondolom, hogy az a bibliai gondolkodásmód, vagy a helyes megközelítés ebben a témában, hogy egy profécia beteljesedik egyszer, és akkor pontosan. És az, hogy valami történelmi esemény hasonlít egy proféciára, vagy egy profécia beteljesedésére, az nem jelenti azt, hogy beteljesedett. Tehát például, amikor mondjuk beleszálltak az ikertornyokba a repülők, akkor sokan elővették a Jelenések könyvéből Babilont, hogy egy óra alatt hogy elpusztult ennyi dicsőség, hogy a vízről látták a kalmárok a füstöt felszállni, és hát valóban ugye a Hudson folyó öbléből látták felszállni a füstöt, és valóban egy óra alatt pusztult el ennyi gazdagság. Tehát nagyon sok hasonlóságot lehet látni a között, amit a tévéhíradóban mutatnak, és a között, ami írva vagyon. De jelenti ez azt, hogy ez a profécia beteljesedett? Azért azt még a legmerészebb interpretátorok sem állították, hogy ez a Jelenések könyvének a beteljesedése volna maga. Igaz? Jó, tehát egyszerűen ezt el kell döntenünk, hogy viszonyulunk ez a dologhoz. Én nem látom bibliainak ez a többször beteljesedő proféciáknak az ötletét. Jó? Na, akkor mondom ennyit Gog-Magogról, ez azért egy másik téma alapvetően, csak ugye Magog itt szerepel. Igen. Ezek a szittyák, igen. A Magog a szittyák, vagyis az eurázsiai sztyeppe lakók tulajdonképpen, ahonnan eleink is
ha hinni lehet, a dolgoknak elszármazta. Tudjátok, hogy a magyaroknak is van több eredet legendája. Ugye az egyik, ez a nyelvészeti álláspont, azt mondja, hogy a finnugor nyelvcsaládhoz tartozunk, és ezért a finnekkel vagyunk rokon. Erről ugye van az a híres vicc, hogy azért, mert sok finn szó egyezik a magyarra. Például az, hogy jön a vonat, ez finnül is pontosan ugyanígy hangzik. Azzal a különbséggel, hogy a jön jelenti azt, hogy vonat, és a vonat jelenti azt, hogy jön. Tehát körülbelül egyre hasonlít a két nyelv. Egymást azt ki lehet próbálni, ha finnel beszéltek, nem nagyon fogjuk egymást megérteni. Nem, hát ennek a tudományos alapja az, hogy az ősi szavak, mint víz, meg vér, meg ló, meg ezek állítólag hasonlítanak, én nem tudom. Tehát ez a nyelvészeti álláspont a magyarok eredetére, a másik álláspont pedig ugye, amiből a nevünk is származik, ami hát lehet ugyanolyan csalfa, mint a románoknak a román, vagy a római gyökér, hogy ugye hungari, vagyis hogy a hunoktól származnánk, a hunoktól származtatjuk magunkat. Hát aztán lehet, hogy őseink dicsőségesebbnek vélték a hun királytól, Attilától, és a hun seregeknek a visszamaradt maradványai volnának, ugye az erdélyiek, az erdélyi magyarok. Hát mindenki döntse el, hogy melyik szívének kedves. Úgy gondolom, hogy bizonyítani egyiket épp oly nehéz volna, mint a másikat. És hát aztán most, főleg ugye itt a kődobáló fiúk kapcsán előjöttek megint az ős szittyák, akik ugye egészen a sumérokig, meg az akkádokig vezetik vissza a magyarok családfáját, és hát ők ugye kardoskodnak amellett, hogy a magyarok a pártusoknak a leszármazottjai volnának, és Jézus is pártus volt, és így a pártusok okán tulajdonképpen tiszteletbeli magyarnak is lehetne őt titulálni, vagy tekinteni. Hát mondanom sem kell, hogy ez elég nagy marhaság. És hogyha... De nagyon komoly, komoly hívő emberek vannak, nagyon komolyan hisznek ebben emberek, sőt a katolikusok, a reformátusok között is találkoztam olyanokkal, akik ezt nagyon komolyan hitték és mondogatták, és aztán hát nem tudtunk velük megegyezni, mert ők valami Argentínából haza származott jezsuita atyának a könyvére hivatkoztak, aki állítólag mindezt felette igen bebizonyította. Hát én meg ugye Lukácsot mutogattam nekik, hogy 8. napon körülmetélték Jézust, és a jeruzsálemi templomba bemutatták, amit egy pártussal nem tettek volna minden bizonnyal. És aztán abban megegyeztük, hogy az én szentírásom Lukács, az ő szentírásuk meg ez a jezsuita páternek a könyve, és hát én, ha már hinni kell, akkor azért inkább Lukácsnak hiszek, és nem egy Argentinából hazaszakadt jezsuita páternek ez a helyzet. Tehát mindenki eldöntheti, hogy melyik a szentírás a számára. Igen. Hát igen, tehát gyakorlatilag ugye a mágó kategóriába tartoznak a mongolok is, és egyebek is. Hát az indiaiak az egy nagyon érdekes dolog, mert azokat nem Jáfettől származtatjuk. A maga helyén majd megpróbálok rá kitérni, akkor jó. Na hát ezek Jáfett fiai, ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor kérdezzétek. Rifat és Tógarma. A Mózes 10-ben benne van. Onnan olvassuk. Jó, mehetünk tovább. Nézzük akkor Kám fiait. Itt is a Biblia szerkesztési módját érdemes megnézni, hogy ugye Sémágán fog tovább folyni a történet, tehát Sémága lesz nekünk érdekes, de ezért a Biblia először letudja a vakbeleket, tehát azt, amit úgy ezek is vannak, és akkor pont, és nem foglalkozunk velük, és majd megyünk tovább. Nézzük akkor. Kám fiai 30-an vannak, úgyhogy kössétek fel az alsó neműt. Ugye Kám. Tehát ő volt a tiszteletlen fiú, bár másodszülött volt, Jáfett mégis megelőzi, ilyenek később is lesznek majd. Összesen 30 leszármazottját sorolja fel itt a 10. rész. Ugye vannak először is Kús. Kusiták azért nekünk ismerősek lesznek. Micraim, ez is nagyon ismerős lesz. És van egy olyan, hogy Pút. És hát természetesen van egy olyan, hogy Kánaán. Nézzük akkor Kúst.
Etiópiát azonosítják Kússal, és hát lehet, hogy egy picit majd mostan rajzolni fogok, ez ilyen Móriczka rajzot. Ugye magunk elé képzeljük a Közel-Keletnek a térképét, akkor mondjuk ez itten az anatóliai félsziget, a földközi tenger partvidéke, ez itten a Nílus deltája, és akkor itten jön a vörös tenger, körbeveszi a sínai félszigetet, majd megkerül az arab félszigetet, és a perzsa öböllel zárul, és akkor itt van ez, amit úgy hívnak, hogy Afrika szarva, és ugye ez tulajdonképpen Egyiptom, aztán Szudán, és itt lent Etiópia, és hát ma már van ugye Eritrea, meg Szomália, meg mindenféle országok, és az arab sivatagnak a déli részén pedig van Jemen. És tulajdonképpen az az érdekes, hogy a kusitákat mind Jemenre, mind Etiópiára rámondjuk, és erre vannak régészeti bizonyítékok is, hogy ezek valaha egy uralkodó család alá tartoztak. Tehát a kusiták olyan ügyesek voltak, hogy mind Afrikának ezt a részét, mind ugye az arab félszigetnek a déli részét megtöltötték. És így fordulhat elő, hogy Mózes, aki elmenekül Egyiptomból, és itt a sínai félszigeten, ugye valahol a Hóreb környékén tanyázik, ismerkedik meg Jetróval, és Jetró lányai közül vesz magának feleséget, és aztán a pusztai vándorlás során ugye Miriam és Áron kikezdik Mózest. Miért? Mert hogy a felesége Kusita asszony. Ugye miért lehetett ez? Azért, mert innen is jöhettek, és onnan is jöhettek. Tehát Jetró alapvetően kusita volt, és a lánya is nyilvánvalóan ehhez a törzshöz tartoztak. Tehát ez azért érdekes, mert ugye a Kús a fekete ágon leszármazott. Gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy Jetró tehát etióp volt. No. Na mindegy, hogyha már ezt ide rajzoltam, akkor befejezem a térképet, mielőtt itt a nagy lapozgatásba fogok. Tehát ha utána megnézzük a dolgokat, ugye azt látjuk, hogy van egyszer az Eufrátesz, ami itten folyik, aztán van a Tigris, ami aztán belefolyik az Eufráteszbe valahol, és akkor utána itt van ilyen Fekete-tenger, meg Kaszpi-tenger, és akkor itten az eurázsiai sztyeppék vannak. És ha így nézzük a térképet, ugye ilyen Móriczka rajzszerűen, akkor azt mondhatjuk, hogy az északi és keleti, nyugati és keleti területeket lakják Jáfet fiai. Tehát itt lakik Jáfet. Ugyanakkor ugye Afrika részei, tehát körülbelül így ezen a vonalon, errefelé laknak Kámnak a leszármazottjai, és a kettő között pedig laknak majd Sémnek a fiai, tehát a szemiták, ugye Sémnek a fiai fognak itt lakni, és érdekes lesz, hogy ezen a részen lakik majd Kánaán, ugye, ami áll egy északi részből, Föníciából, és áll majd gyakorlatilag abból a részből, ami majd a Szentföld lesz, ahonnan majd a hét Kánaánit, a törzset Józsuénak ki kell űznie. Vagyis ők valahogy ide Sém területére feltolódtak, hát ha mondhatni, befészkelték magukat Sémnek a területére. Itt lesznek ők majd honosak. Jó, majd erre lehet, hogy időnként visszalapozunk, mert ezek nem könnyű részek. Tehát, Kús alapvetően Etiópia, Mitzraim, ez Egyiptom. Ez a bibliai neve, tehát ha héberül olvassuk a Bibliát, akkor nem az van írva, hogy Egyiptom, hanem az van írva mindenütt, ami Egyiptomnak van fordítva az eredeti szövegből, hogy Mitzraim. Kijönnek Izrael fiai Mitzraimból. Ez megint kapcsolódik egy szójáték, ugye, mert az, hogy metzer, az azt jelenti héberül, hogy rab. Ugye Mitzraim és metzer ebbe a szójátékba akkor gyakran használják majd a proféták, pontosan annak bemutatására, ugye, hogy rabszolgák voltak Mitzraimban.
És hogy miért Mitzraim? Ugye itt van egy im végződés, hát ez a héberben sok mindent jelent, például ságséget jelent, többes számot és kettős számot is, jelen esetben például kettős számot jelent, erre ugye azt mondják, hogy azért Mitzraim, mert Egyiptom két részből állt, alsó Egyiptomból, felső Egyiptomból, és ezt a kettősséget fejezi ki az, hogy kettes számban van maga a név. Jó. Put. A Put is viszonylag jól azonosítható, ugye ez Líbia, vagyis Afrika. Hát Líbia ma Észak-Afrikában van, tehát ugye Franciaországgal van átelemben, Líbia, Algéria, Tunézia, ez a terület. A bibliai időkben Líbia délebre feküdt, tehát nem annyira a tengerparton. A tengerparton is kanaániták voltak, ez egy érdekesség, majd erre a Kánaán kapcsán visszatérünk. De a mai Líbia is ez ettől a néptől eredezheti magát, és már az ókorban is így hívták, és gyakorlatilag ugye Put és Líbia azonos fogalmak a Bibliában úgy szerepel mindig, mint Put, Afrikának az északi és nyugati része. Na. Hát Kanaánt aztán részletesen felsorolja majd az írás, nyilván Mitzraimot is. Hát miért sorolja fel Mitzraimot részletesen? Hát ugye az egyiptomi törzsek gyakorlatilag onnan származnak, és ugye Ludim, Anámim, Lehábim, Naftulim, Patrusim, Kasluhim, Kaftúrim, stb. Amivel egyetlen érdekesség van, hogy itt ugye ez a hét nép, amit Mitzraim fiainál fel vannak sorolva, azt mondja, hogy tőlük származnak a filiszteusok. Ugyanakkor a filiszteusokat Jávántól is származtatja egy másik helyen az írás, akikről ugye azt mondtuk, hogy Jáfet fiai és a görögöknek, a jónoknak az ősatja. És ebben az az érdekesség tehát, hogy ugye a filiszteusok, ott hol is van a Móriczka rajzom, így van. A filiszteusok egy része, tehát Egyiptomból jön, a másik része, most ide rajzolom Ciprust, ide meg Krétát, a másik része pedig innen jön, és így keverednek össze egy részük, tehát görög eredetű, a másik részük pedig egyiptomi, Mitzraim eredetű, és ők a filiszteusok. A palesztinok a filiszteusokról kapják a nevüket, ugye ez a kérdés, hogy ezek a palesztinok. A palesztinok azonban, ha az eredetüket nézzük, arabok. Ugyanolyan kutya közönséges arabok, mint Szaúd-Arábiában és mindenhonnan. Ne mondjak ilyet. Tehát a nacionáliekra nézve ugyanolyan arabok, mint bármilyen más arab nemzet. A mai Egyiptomba, ha elmész, nem találkozol mitzraimitákkal, hanem arabokkal találkozol. Arabok laknak Egyiptomban is. Igen, hát még biztos vannak bizonyos népcsoportok, és valóban az ókori feljegyzések szerint az egyiptomiak kreolbőrűek voltak, tehát nem voltak sötét-feketék, hanem annál világosabb bőrük volt. De minden esetre ennek a két népnek a keveredéséből alakulnak ki a filiszteusok, és ezek a filiszteusok harcolnak majd ugye Izraellel a Kánaán birtokáért, a földnek a birtokáért. A filiszteusokról kapja a nevét ez a rész, hogy Palesztina, mert az angolok nem akarták Izraelnek hívni, hanem Palesztinának akarták hívni, éppen azért, hogy ne kelljen Izraelnek hívni. Tehát ebben van egy jelentős antiszemita vonás. És gyakorlatilag ugye Palesztináról kapják a nevüket a palesztinok, akik így filiszteusokká avanzsálnak, de nem a leszármazások okán, hanem egyszerűen a név felvételek, tehát az átneveződések okán. Hát az arabokkal jöttek, hogy az arab hódítás idején kerültek oda. Aztán hát amikor ugye, tehát a Krisztus utáni századokban, amikor először a Titus féle hadjárat, aztán pedig a Hadrianus féle hadjáratnak vége volt, és a zsidókat kiüldözték Jeruzsálemből, akkor utána a bizánciak fennhatósága alatt volt egy ideig ez a terület, utána a perzsák vették át, a perzsákat megbuktatták az arabok, ugye, ennek a gyásznapját tartják a perzsák akkor, amit megénekelt Gárdonyi Géza az egri csillagokba, emlékeztek rá, hogy belekeverednek egy ilyen ünnepbe, hogy megpróbálják kiszabadítani a török bálintot, ugye a Vornemisza Gergelyék, és akkor Isztambulba belekerülnek ebbe a
a gyász ünnepbe. Ez nem régen volt, a hírekből megint lehetett hallani, hogy nagy készülődés volt Irakban, ugye, mert sok síta van, akik ezt tartják, ezt a gyász ünnepet. Na, lényeg az, hogy legyőzték ezt a Hasszánt és Husszeint, megverték az arabok, és ezzel a perzsa uralomnak vége lett, és az omaját kalifák uralkodtak ezen a területen, ugye a 8. századtól fogva, ők építették az Al-Aqsa mecsetet, ők építették a Szikladómot, és így tovább, és így tovább. És hol a bagdadi kalifátushoz, hol pedig a kairói kalifátushoz tartozott ez a terület, még nem jöttek a mamelukok, és jött az összes többi, és akkor végül is hát az arabokkal jöttek. 8. században az arab hódítókkal érkeztek, igen. Jó, tehát az arabok innen, az arab félszigetről, az arab sivatagból özönlötték el, ugye egészen Indonéziáig az egyik végén, a másik végén pedig egészen, ugye egész Észak-Afrikát gyakorlatilag elfoglalták. Hát olyannyira, hogy át is keltek ugye a Gibraltári szoroson, és Spanyolország jelentős részét is kézben tartották. Egészen, mit tudom én, Martel Károly zavarta ki őket Toledóból, vagy hogy volt már ezt a részét, annyira nem ismerem. Az arabok származása az nagyon érdekes, szemiták, tehát Sémnek a fiai, és majd, ha eljutunk Netán Sémig, akkor az arabokról is ejtünk néhány szót. Hát így van. Tehát Jáfet kiterjed egészen ugye Japán szigetekig, Skandináviáig, és egészen a brit szigetekig, ugye a kelták jó voltából. Így van. A szemiták mai napig ezen a területen vannak igazándiból, tehát nem sokkal nagyobb a szemita népek területe, mint ez. És hát a busiták pedig, ha elfogadjuk, hogy a feketék tőlük származnak, akkor Afrika területe ugye egészen a déli vidékekig eljutottak. De akkor is egy kontinens csak. Vagy egy viszonylag kisebb kontinens tölte. A szemiták vannak a legkisebben, de ők vannak a legnagyobb hatással a világra a valláson keresztül. Tehát ugye végülis az iszlámot ide veszük, az is ugye arab alapú, tehát szemita alapú, tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy még ebben a tekintetben is ők, bár kicsi nép, de mégis nagyon nagy kulturális és vallási hatással vannak a világra. Jó, hol is járunk? Kanaán, igen, hát ha megnézzük Kanaánnak a felsorolását, hát olvassuk el Kámfiait, jó? Tehát Kámfiai pedig, mondja a 6. vers, Kús, Mitzraim, Pút és Kanaán. Ugye tehát Kúsról mondtuk, hogy Etiópia, illetve Jemen, Mitzraim, Egyiptom, Pút az ugye Líbiának, Észak-Afrikának a neve, és Kanaán pedig ez a terület, ugye két részből áll, egy északi részből, a föríciaiakból és egy déli részből, amit aztán Izrael fiai elfoglalnak. Kús fiai, ugye ő az első szülött, Szebá, Havila, Szabta, Ráma, és Kús nemzette Nimródot. Tehát nagyon érdekes, hogy Nimród külön van felsorolva, és Nimródnak nincsenek is leszármazottjai. Tehát tudjuk, hogy Kús egyik fia, de elkülönítve tárgyalja az összes többitől, és utána Nimródnak nincsenek leszármazottjai. Ennek lesz jelentősége, ugye Nimród az, aki Bábelt megalapítja, és valóban utódok nélkül hal meg, egy vatkan öli meg a legenda szerint, akárcsak Zrínyi Miklóst, lehet, hogy pont ugyanolyan vatkan volt, ugye mutatnak Ausztriába, egy múzeumban egy tört, és az van rá, hogy ez a vatkan ölte meg Zrínyi Miklóst. ezt nem tudjuk, ugye ez a politikai gyilkosságok kategóriájába tartozik. Lényeg az, hogy Nimród is meghal, és több évvel a halála után, 2 vagy 3 évvel a halála után a felesége várandós lesz, és a megszületett gyermeket tekintik Nimród reinkarnációjának, hogy újból visszatér Nimród az életbe. És innen ered majd az anya és a fiúnak a legendája, ugye amit mi úgy ismerünk, hogy Astarót és Baálnak a története, ez a dolognak a lényege, és innen terjed el az egész világra, hát legalábbis a szemita világra, ugye ennek a kultusznak a lényege, a fiúnak és a csodálatosan megszületett utódnak és az anyának a kultusza, és hát ebben a szomorúság az, ugye, hogy még a mi Isten szavunk is ezt a kultuszt őrzi, ugyanis Astarót, Istár, Isten, ezek ilyetténképpen leszármazottjai egymásnak, tehát tulajdonképpen egy pogány istennő nevét mondjuk ki akkor, amikor azt mondjuk, hogy Isten.
de hát nem azt mondjuk ki, mert nyilván ez a mi nyelvünkben egészen mást jelent. Jó. No, hát ugye mi Kánaánig akarunk eljutni. Jó, Kús, Micraim, Pút, Kanaán. Kús fiai, Szeba, Havila, Szapta, Rámai, Szapteká, ezek nem érdekesek, különösebben ugye ők a kusiták. Érdekesek lesznek, mert... Hát a Havila földje megint az aranyról híres, így van. Hogy Ofir aranya, Társis aranya, Havila aranya, ezek azok a területek, amelyek érdekesek. Ugye Ráma fiai pedig Seba és Dédán. Na hát ez két érdekes hely, Seba és Dédán. Itt az a nagy probléma áll fent, hogy pont ugyanezen a néven, Seba és Dédán néven lesznek Ábrahámnak leszármazottjai Ketúrától. Amikor Ábrahám ugye eltemeti Sárát, utána újból megházasodik, és Ketúrától születnek fiai, Séba és Dédán, és a tudós világ üti egymást azon, hogy a Séba és Dédán hagyományok vagy melyikre mennek vissza, Ketura fiaira, vagy pedig Kám Kús fiaira. Úgyhogy ebbe én el sem kezdek elmerülni. Igen, Kús nemzete Nimródot, és akkor Nimródról megtudjuk, ő kezdett lenni hős a földön, ez a hős, ez ugyanaz a Gibborim kifejezés, amivel már a hatodik részben találkoztunk. Ugye óriások születtek, akik kezdettől fogva hősök voltak, hírneves férfiak a földön, az angyalok és az embereknek a keveredéséből, és itt szerepel ugyanez a hősök, ez a Gibborim kifejezés, amit Nimródra használ az írás. Ő volt a vadászat hőse az örökkévaló előtt, azért mondják, mint Nimród a vadászat hőse az örökkévaló előtt. Tehát ez Mózes korában szállóige volt. Volt pedig birodalmának kezdete Bábel, Erek, Akkád és Kálné Sineár országában, ugye Sineár ez Babilon. Ezen országokból ment ki Assurba, és építette Ninivét, Rehobót, Irt és Kélahot és Részent. Ninive és Kélah között az a nagyváros. A nagyváros Ninive. Majd így találjuk Jónásnál is. Ugye a következő rész leírja Bábelnek a történetét, és ezzel fogunk részletesen foglalkozni. Itt van valahol az Ararát hegye, ahol megfeneklik a bárka, és elindulnak innen a népek keletre, és itt Sineár földjén, ugye ez Sineárnak a földje, építik majd Babilont. És utána valószínűleg azért, mert itt ugye a babiloni birodalom szétesik a nyelvek összezavarása miatt, újból visszafelé vándorolnak, és itt a Tigris partján építik Ninivét, vélhetően azok, akik kitartanak Nimród mellett, és ugye a többi népek elszélednek, és a nimróditák pedig ugye további városokat építenek, és ez lesz ugye az Óbabiloni birodalom, ez pedig az Óasszír birodalom kezdete. Mind a kettőt Nimród alapítja, itt is négy nagyvárost alapít, és itt is négy nagyvárost alapít, és ezek aztán végig kísérnek majd bennünket a Biblián, ugye Ninive és Asszíria, illetve Babilon és Bábel, ezek végigvonulnak az egész Szentíráson, annyira, hogy a Jelenések könyvébe kvázi visszatérnek. Tehát ezek profétikus helyekké válnak majd. Jó, ezt a következő fejezetben majd részletesebben is megnézzük. Így van, mind az Asszír, mind a babiloni birodalom Nimródtól származik. Nem tudjuk, de úgy tartjuk, hogy mikor ugye építi a négy város Nimród, az óbabiloni birodalom szétesik az isteni beavatkozás miatt, és ekkor Nimród a Tigris partján újra hozzá hű erőkkel egy birodalmat alapítani, és ez lesz majd Asszíria, vagy hát az óasszír birodalom. És itt hal meg, és aztán Ninive és Bábel nagyon fontos helyekké válnak. Ez az érdekes, hogy Nimródról nem tudunk semmit. Ugye Nimródnak nincsenek leszármazottjai Bibliában, tehát test szerinti leszármazottjai nincsenek. De például Bábelről ugye azt mondja az írás, hogy minden utálatosságoknak az anyja. Tehát minden hamis vallás, minden okkultizmus onnan indul ki. Tehát ilyen szempontból Nimródnak nincsenek testi leszármazottjai, vannak viszont szellemi leszármazottjai, tehát nem folytatódik a genealógiája, de ugyanakkor a hatása, a kultuszai, a kultúrája, az istentisztelete, stb. Óriási hatással van a világra, és versenyez tulajdonképpen a sémitákéval. Az, amikor azt mondjuk, hogy vadász volt a túl előtt. Igen. Hatalmas vadász. Tehát
Igen. Hogy itt én mindenféléket hallottam, hogy elébe állt az Úrnak, meg hogy az Úr nagy vadásszá tette őt, szóval hogy van ez a Héberben? Hát, hogy van a Héberben? Nimród. Löpönné Adonai. Tehát az azt jelenti, hogy az Úr színe előtt, az Úr arca előtt volt nagy vadász. Elébe állt az Úrnak, hogy az ember így, ha ilyen magyarázatot hallottam, hogy Nimród önmagát Istenné tette, és Isten elé állt az ember. Igen. Nos, tehát ez egyike azoknak a kétségbe esett kísérleteknek, hogy megpróbáljuk megmagyarázni, hogy Nimród miért volt rossz, ugyanis a Biblia összesen ennyit mond Nimródról, semmi más nem tudunk. Nagy legenda világ van azonban Nimróddal kapcsolatban, és mind a semita hagyományban, mind a világi hagyományban Nimród egy negatív szereplő. És hát próbálják ezt a negatív szereplést belemagyarázni a Bibliába, mert a Biblia viszont nem ad több támpontot, ennyit mond és nem többet. Parancsolj! Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez a vadásság, ez nem azzal van összefüggésben, hogy a Bibliában van egy ilyen kép, hogy a vadászat egy ilyen negatív, a népeket üldöző típus, a halász meg mindig az összegyűjtő, tehát az ember halászok, meg tudod, ez az összefüggés. Igen. Hát igen, tehát van egy ilyen, hogy küldök halászokat, akik kihalásznak, küldök vadászokat, akik kivadásznak, és ezt arra szokták magyarázni, szintén Ezékielnél van, arra szokták magyarázni, hogy amikor volt a zsidó holokauszt, akkor Isten küldött halászokat, ezek lettek volna ugye a cionisták, akik hívták az embereket, és aztán küldött vadászokat, ezek lettek volna a nácik, akik meg levadázták azokat, akik nem akartak ennek engedelmeskedni. De ez egy magyarázat, tehát ez nem egy bibliai szemléletmód, ez egy profétikus magyarázat, kísérlet arra nézvést, hogy vaj, ha holokauszt szerepel Ezékielnek ezen proféciájába. Ezt mondom, mindenki döntse el, hogy ez elfogadja vagy nem. De ez nem egy bibliai megközelítés. A vadászat valószínűleg és a városépítés is azért volt fontos, mert ugye az emberek lassabban szaporodtak el, mint az állatok. És ugye egy másik helyen azt mondja az írás, lassan űzi ki a kanánitákat Isten, hogy meg ne szaporodjon a mező vadja, ugye, tehát birtokba tudják venni a földet. Itt is az lehetett, hogy az állatok elszaporodtak, mivel az állatok vérengzők voltak, ezért ugye a vérengző vadállatoknak a leülése, a városok fallal való körülvétele, az egy fontos biztonságot jelentett az embereknek, és ez tulajdonképpen ugye ezzel alakulnak ki az állam maga, tehát a törvénykezés, az ítélkezés, az emberek élet megvédendő, jön létre az állam alakulat, és Nimród kezdett elhatalmasodni a földön, ugye így is fordítják, vagyis ő az, aki elkezdte a hatalmat koncentrálni, ő alapítja az első birodalmakat. Ez viszont a szöveg ezt támogatja, tehát ez világosan kiderül, hogy ő egy birodalom alapító volt, tehát a hatalmat koncentráló ember volt. És Kús fia. Így van. Tehát négy nagyvárosból állt a babiloni birodalom, és négy nagyvárosból állt az óasszír birodalom. Igazából azt nem lehet tudni ebből, hogy a Nimród vallásalapítóként működött-e? Nem tudjuk, hogy a Nimród vallásalapítóként működött-e, csak a Nimródhoz kötődő legendák képezik az alapját, a legtöbb, mondom, főleg ugye itt a termékeny félholdnak hívják, ugye Mezopotámiában elterjedt vallások alapját mind a Nimród legendák jelentik. Tehát így kapcsolódik össze Nimród és a vallás alapítás. A Biblia nem mond erről nekünk semmit, aminek hát lehet az is az oka, hogy Mózes korában ez teljesen evidensnek számított. Meg lehet más is. Jó. Tehát azt mondja, hogy volt pedig birodalmának kezdete Bábel, Erek, Akkád, Kálné, és Sinár országában, ezek országokból ment ki Assúrba, és építette Ninivét, Rehobótírt és Kélahot. Ugye ez a kimenetel kapcsoljuk össze a Bábelben történtekkel. Igen, Mitzrayim pedig nemzette Ludimot, Análimot, Lehábimot, ugye ezek akkor az egyiptomi népek, Naftuhimot, Patruszimot, meg Kaszluhimot, ahonnan származnak a filiszteusok és Kaftórimot. Kanaán pedig nemzette Cidont. Ezek az egyiptomi, Mitzrayim fiai, ők az egyiptomi népek. Ezek a törzsek alkották az egyiptomi birodalmat. Kanaán pedig nemzette Cidont, elsőszülöttjét és Hétet, és a Jebuszit, Emórit, Girgázit, a Hívit, az Arkit és a Szinit, az Arvádit, a Cemárit és a Hamátit, úgyhogy felette igen termékeny volt. Azután elszélettek a Kánaán családjai.
És volt a Kánaáni határa Cidontor, Gérár felé, Azzáig, Szodoma, Gomora, Adma és Szeboim felé Lésáig. Ezek Hám fiai családjaik szerint, nyelveik szerint, országaikban és népeikkel. Hát itt jön ugye Kánaán, és ide rajzoltam, ugye ha elképzeljük, valahol itt van a Galileai tó, és akkor itt folyik a Jordán, és akkor itt van a Holttenger, ugye ami az egykori Szodoma Gomora területén fekszik, és akkor Kánaán országát felsorolja, ugye itt Szidon, vagy Szidon, ahogy ismerjük, és ugye van egy másik város, Tírus, az egyik része, és ez ugye, amit úgy hívunk, Észak-Kánaán, vagyis Fönícia, és van ugye Dél-Kánaán, ami később lesz Izraelnek a földje, Izrael, ez az ígéretnek a földje. És hát látjuk, hogy Kánaán fiai vannak, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-en összesen, tehát 11 törzs származott le tőle. Ebből kettő érdekes, ugye a Cidon, ami a föníciai résznek a fővárosa, és aztán utána van hét, onnan származnak a hettiták. És ugye Ábrahám idejében a két nagy birodalom, a hettita birodalom, amit az anatóliai félszigetnek a középpontja, és az egyiptomi birodalom, ők érnek össze itt. Úgyhogy a Dél-Kánaán az egyiptomi fennhatóságú, az Észak-Kánaán pedig hettita fennhatóságú terület, és ugye ezért van az, hogy amikor azt mondja, hogy 400 évig volt egyiptomi fogságban a nép, abban beleérti az Ábrahámot, az Izsákot és a Jákobot is, tehát nem 400 évig voltak magában Egyiptomban, mert egyiptomi területen voltak. Tehát az is egyiptomi fennhatóság, felségterületnek számított, amikor Mamré tölgyesében, meg mit tudom én, hol jártak. Jákob Egyiptomba menetelétől a Mózesig, a kivonulásig körülbelül 270 év telik el. Tehát a 400 éves babiloni, 430 éves babiloni fogságot, úgy, egyiptomi fogságot, bocsánat, úgy kell érteni, hogy Ábrahámtól fogva. Ugye Pál is azt mondja, hogy a 430 évvel később keletkezett törvény nem teszi semmisé az ígéretet. Mire utal? Amikor Ábrahám feláldozza Izsákot, ugye az a kezdete, és utána a 430 év múlva van a sínain a törvényadás. Na most ugye van Ábrahám, van Izsák, van Jákob, Jákob lemegy Egyiptomba, és utána kivonulnak Egyiptomból, és mennek a sínaihoz, és utána van a 40 éves vándorlás. Tehát Ábrahám így van. Az Ábrahámnak tett eskütől a sínai törvényadásig, a 10 parancsolatig 430 év van, mondja Pál valahol a Galata levélben, ha jól rémlik ez nekem, de mindjárt megmondom. De ott mondja, hogy nem teszi semmisé az ígéretet a törvény. Mindjárt próbálom megkeresni Galata. Igen, itt van a 3.17. Ezt pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Tehát maga Pál azt mondja, 430 év van. Aközött, hogy ugye Ábrahámnak Isten megesküszik, a Mória hegyi feláldozás és a sínai kinyilatkoztatás, tehát a 10 parancsolat között. Kik a hetiták? Na, ez nagyon érdekes. A hetiták tehát kánaáni nép, és van egy híres hetita, több is van, de egyet mindenképpen ismerünk, ez a Hitteus Uriás, vagyis a hetita Uriás, Dávidnak vitéze, ő hetita volt, vagyis kánaáni származású volt. És ezért mondjuk, hogy a Kánaánra kimondott átok alól azért az egyed felszabadulhatott, hiszen ő Kánaánit a létére, Dávidnak hős vitéze volt, és Isten komoly büntetéssel sújtotta Dávidot, amikor kibabrált vele, nem is kicsit. Jó, tehát négy kánaáni törzs alkotja Föníciát, a punokat, és hét kánaáni törzs alkotja Dél-Kánaánt, ami az ígéret földje lesz tulajdonképpen. És ezt a hét törzset kell, az Emórit, a Jebuzeust, ezeket kell kiűzni. Az Emórinak van ugye két nagy királya, az egyik az északi király, Óg, Básán királya,
a másik pedig itt a déli vidéket tartja fogva. Most nem jut eszembe, hogy hívták, hogy Ógot, a Básán király, és Szihont. Óg és Szihon, az Emoreus királya, ugye. Őket győzik le először, még mielőtt Moab mezején Bálák megpróbálna Bálám által megátkozni őket, és utána Józsival bejönnének a földre. Ezt a két nagy győzelmet aratják a Jordánon túl, és ennek a két királynak a területe lesz majd Ruben, Gád és Manasse féltörzsének a törzsi területe a Jordánon túli rész. Ugye Óg a Básán királya, a Básán az a bibliai, amit ma úgy ismerünk, hogy Golán része. Tehát ez az Emoreusoké, ugyanakkor Jeruzsálemet kik tartják uralmuk alatt? Jebuzeusok. Tehát az Emoreusok és a Jebuzeusok, ugye ez két név, amit fel van sorolva, ahonnan nekünk ők is ismerősek lehetnek. Jó, most én itt megállnék ezen a ponton, vagy bírjátok még a gyűrődést? Az jelentkezzen, aki még tudja követni. Nem, talán itt megállunk, és akkor majd Sém fiait megnézzük a jövő héten, meg a Bábel tornyának a történetét. Maradjunk annyit, még időzzünk Kánaánnál, hogy szeretnék néhány igét ezzel kapcsolatban ugye felsorolni. Odalapozunk az 5 Mózes 7.1-hez Kánaánnal kapcsolatban, és ugye itt a 7 törzsről van tehát szó. Mózes 7. Kánaániak voltak, igen, a gibeoniták. Hát, ugye Gibea városa, az Izrael... Hát Efraim hegységében volt Gibea városa. Ugye azt benne kell felszabadítani, amikor megállítja Józsué a napot. Épp a szövetségre hivatkozva mennek megsegíteni a várost. Azt mondja, amikor, ugye 5 Mózes 7.1, amikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előred sok népet, a hetitákat, girgáziakat, emóriakat, kanaániakat, perizieket, hívieket, jebusziakat, hét népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és a te hatalmadba adja őket az Isten, az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestül írtsd ki azokat, ne kösd velük szövetséget, és ne kegyelmezd nekik. Ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne vigy fiaidnak feleséget az ő lányaik közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneket fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít benneteket. Hanem ezt tegyétek velük, oltáraikat roncsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, Isten szobraikat pedig égessétek el. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. És ugye itt van az az ige, amire az Ervin hivatkozott szombat, hogy nem azért szeretett meg, mert te vagy a legnagyobb, a legszebb, meg a legokosabb, hanem azért, mert megszeretett és kész. Jó. A következő ige, amit szintén ugye erre rímel, a 3 Mózes 18-ban van. A 22. verstől olvasom. Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak, utálatosság az, ugye homoszexualitásról van szó. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele, és asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele, förtelem az. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihányja az a föld a lakosait. De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet, ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a benszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény. Mert mindezeket az utálatos dolgokat az előttetek fekvő földnek a lakosai követték el, és tisztátalanná lett az a föld. Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket. Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül, az utálatosságok közül, azt mind ki kell írtani népe közül, ha ilyet követel.
Őrizzétek meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül, az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Jó? A másik ige ezzel kapcsolatban, az 5 Mózes 18-ban, az a bizonyos híres okkult lista, ne halottakotól tudakozódót, stb. Ne illessetek. Hát nézzük meg ezt is most már, hogyha úgyis dolgozunk vele. Ugye, ha bemégy arra a földre, 5 Mózes 18:9, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást üző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket az Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázsókra hallgatnak, de neked nem engedi meg azt Istened az Úr. Profétát támaszt atyáid fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a Hóreben az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni azt a nagy tüzet, mert meghalok, akkor az Úr így szólt hozzám, jól mondták, prófétát támasztott nekik atyuk fiai közül olyat, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Tehát Isten azt mondja, nem okkult praktikákon keresztül, nem halottaktól tudakozódva, nem jelmagyarázókon keresztül, nem csillagjósokon keresztül, nem spiritisztákon keresztül szólok hozzátok, hanem az igén keresztül, prófétát támaszt az Úr, és az ige hirdetésen keresztül szól az ő népéhez. Ez a héber istentiszteletnek, a zsidó istentiszteletnek az alapköve, és természetesen a kereszténynek is, hiszen az ugye erre épül, és erre ő ebből nő ki. Jó, talán még egy igét, ha megengedtek, kemény igét, 5 Mózes 20, hogyha tovább lapozunk, akkor ugye a háborús szabályokról van szó, és azt mondja, hogy elmondja, hogy mit tegyél a városokkal, amik távol vannak, ugye így fejezi be 15. versben, így bánj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, és nem az itt levő népek városai közül valók. De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened az Úr ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem. Írts ki őket minden estől, a hetitákat, az emóriakat, a kanaániakat, a perizieket, a hívieket, a jebusziakat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazoknak az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők isteneik tiszteletére elkövetnek, és így ne vétkezzetek istenetek az Úr ellen. Tehát itt is ezek az igék is mind világosan mutatják, hogy Isten azt mondta, hogy azért kell ezeket a népeket kiirtani, embert, barmot, kultúrát, szobrot, házat felégetni, kiirtani, letarolni, mert olyan szinten istentelen, és olyan szinten elrugaszkodott mindaz, ami Istentől van. És ugye nem véletlen, hogy amikor felsorolja a Kánaán határát, azt mondja, hogy Szodomát és Gomorát is beleveszi. Miért? Mert később majd megismerjük ugye Szodoma Gomora lakóinak a szokását. Mindazáltal azért vannak érdekességek a tekintetben, hogy a kanáni királyok között azért, amikor felsorolja őket a Biblia, vannak olyan emberek, akiket ismerünk. Ugye Szidon és Hét, a hetiták atya, ez ismerős nekünk, de mondok ilyeneket, hogy Jábin, ez a vájfülűeknek talán ismerős lesz, ugye ő Hácor királya itt északon, az ő hadvezére lesz Sisera. Aztán például van ilyen, hogy Mamré, ez is talán ismerős nekünk, ugye a Mamré tölgyese, ugye ő Hebron környéki kanaánita, és szövetségese Ábrahámnak, vele együtt elmegy, hogy kiszabadítsa Lótot, és ezért van, hogy mikor Ábrahám látja az álmot, akkor azt mondja neki Isten, hogy az Emória gonoszsága még nem teljesedett be. Miért? Mert Mamré szövetségese volt, ugye Ábrahámnak, tehát társa volt Ábrahámnak. Aztán van Eskol, és van ugye Szihon és Óg, akikről beszéltünk, tehát akik ugye Jordánon túli területeket uralták.
Ez tehát Izrael fiainak meg volt parancsolva, hogy írtsák ki, és ugyanakkor azt látjuk, hogy ugye a Föníciát és ugye a Punok uralják. Nagyon érdekes, hogy a Punok, a föníciaiak létesítettek kolóniákat itt Észak-Afrikában. Ugye nagy hajósok voltak, azt kell mondjuk, hogy Izrael fiai nem voltak nagy hajósok, egy híres hajós izraelitát sem tudtok mondani. A Biblia szemszögéből a tenger ellenséges közeg, tehát akinek megállt kell parancsolni, hogy ez itten határt szab kevés hullámaitnak. És igazán a hajózás dolgát a föníciaiak, a Punok végezték, és ők nagy kereskedők voltak, és ezért a Kanaán név a kereskedő szinonimája lett a héber nyelvben. Tehát nem azt jelenti a Kanaán, hogy kereskedő, hanem a szinonimája lett a kereskedőnek. Tehát ha ma azt mondják héber, hogy kereskedők, azt mondják, hogy kanaánita. De ez valahogy úgy kell elgondolni, mint ahogy mit tudom én, szendvics lett a névadója a szendvicsnek. Ma azt mondjuk, hogy szendvics, akkor nem a grófúrra gondolunk, hanem egy konkrétan a kajára gondolunk. Vagy ugye Madame Recamierről elneveztek egy bútordarabot, ha azt mondjuk a Recamier, akkor nem a nőre gondolunk, hanem egy bútordarabra gondolunk. Vagy mit tudom, az angol nyelvterületen nem azt mondják, hogy porszívó, hanem azt mondják, hogy Hoover, az első porszívónak a márkáját mondják tulajdonképpen, vagy mit tudom én, a Frigidaire például ugyanilyen, az is egy márka név, de aztán az egész hűtőszekrénynek a szinonimájává váltam. És ez így van a Kanaán névvel is, hogy nem a jelentése az, hogy kalmár, hogy kereskedő, hanem az annak a szinonimájává vált, éppen azért, mert a Punok ezt ugye magas színvonalon üzték. És ma elmentek Észak-Afrikába, az egykori Kartágót ők alapították, ezért Hannibal, aki ugye a rómaiakkal hadakozott annak idején, kanaánita volt, tehát kánaáni kolóniából származott. Amikor a rómaiak felintették sóval Kánaánt, illetve hát Kartágót, akkor tulajdonképpen a Kánaánra kimondott ítéletet töltötték be és teljesítették be. És ha elmentek, akkor a mai napig található Észak-Afrikában olyan hely, amit Tófetnek hívnak, ez egy úrban a temető, ez a Bibliában is előfordul, a Molok kultuszával kapcsolatban, ugye amikor az elsőszülött fiút a Melech isten, a király isten tiszteletére megégették, és ez szigorúan tilalmas volt. Ez például kanaánita szokás volt. Ugye a szodómia, aminek a tiltásáról olvastunk, az okkultizmus, a paráznasággal, a kicsapogással és az egyéb utálatos testi bűnökkel, mint vérivás és hasonlókkal összekapcsolt kultuszok is, mind kanaánita kultuszok voltak, és a Biblia ezt nagyon szigorúan tiltotta. És egyetlen egy utolsó gondolat, csak hogy értsük a hátterét a dolgoknak, amikor Izrael életébe bekövetkezett egy szellemi mélypont, ugye ez Akháb korában volt, ugye Omri fia Akháb életében történt. Miért? Mert ugye Észak-Izraelben uralkodott, és az apja Omri úgy gondolta, hogy a birodalmat meg tudja erősíteni, ha egy házasság révén összekapcsolja a föníciaiakat és a zsidókat, és ezért a föníciai királylányt hozta feleségül a férjének Akhábnak, bizonyos kemény Izabellát. Ugye Jézabelt, aki a Tírus királyának volt a főpapja. És ezért a föníciai, vagyis a kánaáni szokások kezdtek meghonosodni Izraelbe, és ezért lett tulajdonképpen a bukásnak a szinonimája Akháb és Jézabel, és ő nekik támasztja ugye Isten illést, mint profétát, és ez köszön vissza majd Heródes és Heródiás személyében az új szövetségben, ők ugye megfelelnek Akhábnak és Jézabelnek, és illésnek pedig megfelel keresztelő János. Tehát tulajdonképpen így jönnek vissza ezek a párhuzamok. Tehát bejön gyakorlatilag újból, összeházasodik, ha így tetszik, szövetséget köt Kánaánnal, Izrael, Akhábban és Jézabelben, pontosan az ellenkezőjét teszi, mint ami ezekben az igékben van, amit felolvastunk, hogy az Úr megparancsolt, hogy semmiképpen ne köss velük szövetséget, és hát ez lesz az oka annak, hogy ugye a kánaáni szokások elterjednek, és valóban látjuk, hogy Isten tudta, hogy ezt csak radikálisan lehet ezeket a dolgokat intézni, mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, Izraelnek a bukása elkerülhetetlen volt, és ugye Asszíriába kerültek fogságba. Dél-Izrael is elbukik, éppen azért, mert a föníciai szokásokat átveszik Damaszkuszba, és Damaszkuszból pedig átkerül majd Jeruzsálembe, bizonyos Manasse nevű királynak a közvetítésével, és az ő bűne miatt Izrael pedig a másik birodalomba, a babiloni birodalomba kerül majd fogságba. No. Nem is olyan unalmas ez a nemzetségi táblázat, nem? Szóval vannak ebben tanulságos, érdekes dolgok. Jó? Akkor ennyi volt a móka mára, és akkor imádkozzunk, és a jövő héten, ha az Úr is akarándja, és éltet bennünket, akkor folytatni fog.